Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi jóslás május 28-áig. Freitag, péntek. Samstag, szombat. Sonntag, vasárnap. Mi történik pénteken? Ez látható itt ezeknél a kártyáknál. Hasonlóan, mint a mai napon, a kivetésnél, a három kérdőjeles jóslásnál hasonlóak voltak a kártyák, mint ahogy itt most pénteken látható. Itt ezen a képen jelentkezik valaki nálad vagy nála, és ez a kapcsolat nem kellemes, hiszen itt vannak kihívások, támadások, viták, veszekedések vagy nálad, vagy nála. A háttérben láthatóak más személyek is, figyelik a dolgokat, tehát kíváncsiak arra, hogy most mi történik. De legyen meg a bizalma, vagy a te bizalmad, hiszen itt ez a fő papnő azt jelenti, hogy minden úgy fog alakulni, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva. Tehát kell a hit, kell a bizalom. Nem ezekkel az emberekkel kell foglalkozni, akik itt támadnak téged vagy őt, hanem legyen meg a bizalom vagy egy spirituális terület. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol. Megvan a tudás, megvan a tehetség, de a háttérben látható ez a támadás, hogy valaki irigy rád, figyelget téged. De ne ezekkel a személyekkel, ne ezekkel a problémákkal foglalkozz, hanem figyelj oda erre a kártyára, hiszen a 10-es szám jelent egy új kezdetet. Amikor egy új periódus kezdődik az életetekben, és itt látható ez a kehely, ami jelenti az érzelmeket, a spirituális területen az intuíciót. Itt lesz egy új irány, így a veszedelmek nélkül kerüld el ezeket a dolgokat. Persze nála is fontos, hogy a jövőt tervezze, és ne vitázzon, veszekedjen másokkal. Szombat. A szombati nap itt látható. Mindkét képen megjelenik a tűz eleme. Ő itt uralkodik, mint egy király. Elfoglalja a helyét. És látható a tűz eleme, hogy megvan a bátorsága. Ennél a kihívásnál is. Védeni fogja magát, sőt, uralkodik, elfoglalja ezt a trónt, elfoglalja a helyét az életben. Ha te egy hölgy vagy, akkor látható itt, hogy mi kicsit fogva tart téged valami. Vannak szorongások, vagy félelmek. De ez a király, ez a férfi segít majd neked, lesz itt vidámság, vagy egy meghívás, vagy egy ünnepség, és az azt jelenti, kilépsz ebből a szoros helyzetből. Ez a kép számomra a felszabadulás érzetét és ezt a vidámságot jelenti. Itt látható egy irat. Lehet, hogy ő ír neked, és kapsz egy hírt tőle. De ez az irat, ez a papír lehet egy szerződés is. Itt látható ez az arany érem, az jelentheti az anyagiakat, a munkát, a hivatást, és ott is lehetnek szerződések, ami a párkapcsolatot illeti, az lehet, hogy rendezni kell az anyagiakat, de ez az arany érem jelenti a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, és itt ez a levél, ez az irat közli ezt majd veled.
és ez felszabadít téged, boldoggá tesz téged. Vasárnap az itt látható. Itt vannak lehetőségek. Ezek lehetnek változások. Itt újra a tűz eleme látható, tehát ez az új irány, ez lelkesíti őt és téged is. Itt választásokról van szó. Viszont ha én ezt a képet megnézem, nekem eszembe jut itt egy utazás. Lehet, hogy elutaztok hétvégén, vagy tervez veled egy utazást. Ő tanulni fog valamit, és ez a fehér galamb szintén a szabadságot, a felszabadulás érzését jelenti, a könnyűséget. Itt lesz kapcsolat, köztetek, választások, új irányok, és, mint mondtam, lehet egy kiruccanás, vagy egy nyaralás tervezése is. Ez a kard az övé. Ő hoz itt majd döntéseket. Te beszélni akar veled, tisztázni akar veled valamit, tanultok a helyzetből, lesznek megoldások, hiszen itt több lehetőség is van, és ő majd intézkedik. Olyan kis lépésekkel közeledik, még kicsit bizonytalan, de ez a kard segít a fontos döntéseknél. Az is lehet, hogy kikérdezi a te véleményedet, és te adsz tanácsot számára, hiszen te fogsz akkor majd döntést hozni. De fontos itt a képeknél a lehetőség, az is, hogy beszéljetek egymással. Azon kívül itt az arany érem hasonlóan, mint itt, kihat az anyagiakra, a munkára, de az értékekre is. Hogy te értékes vagy számára ez a párkapcsolat. Értékes számára. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!